Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda estét, a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk! Nézzük mai témáinkat! Forrás. Február 3-án Szent Balázs püspökre és vértanúra emlékezünk. Mestermunka. Közösségi összefogásból újítják fel a lövői orgonát. Hölgyválasz. Állatvédelem praktikus tanácsok leendő állattartóknak. A hét témája. Felidézzük a Soproni Polgárőr Egyesület évértékelőjét. Február 3-án Szent Balázs püspökre és vértanúra emlékezünk. A hívek ezen a napon kaphatják meg a Balázs áldást is a katolikus egyházban. A Forrás mai adásában Kócsánt Bálint, Horváth Imre városplébánost kérdezi Szent Balázs életútjáról és a Balázs áldáshoz kapcsolódó szokásokról. Szent Balázs püspök és vértanú a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akinek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban is figyelemre méltó elevenséggel maradt meg. A felújított Szent Mihály templomban is látható egy üvegablak Szent Balázsról, amelyet idősebb Stornó Ferenc tervezett, Wilfing József festette és Lantos Györgyi üvegművész restaurálta 2020-ban. Szent Balázs nagyon kedves szentje mind a mai napig az egyháznak. A 4. században nyúlik vissza az ő története, örmény ország Szebaszte püspöke, és hát egy nagy keresztény üldözés idején teljesített ő szolgálatot, és a börtönben egy kisfiú halszálkától fuldokolt, és az ő imájára, közben járására gyógyult meg. És ebből alakult már a 6. században, mind a keleti, mind a nyugati egyházba az ő tisztelete, és a 16. századtól pedig az úgynevezett Balázs áldás, hogy gyertyával körülövezett fényben a pap áldást ad, és imádkozik. A középkorban nagyon kedvelt szent volt, a 14 segítő szent egyike, és azóta is az ő ünnepe körül Balázs áldásban részesítjük a híveket, a gyerekeket, a fiatalokat. Most talán már a toroggyik, mint ilyen veszélyes járvány megszűnt, de szükségünk van ma is az ő égi közben járására, hiszen a torkunkkal, a nyelvünkkel nagyon sokat használhatunk, és nagyon sokat vétünk. Éppen ezért, amikor áldást ad a pap, akkor kéri is, hogy a nyelv minden bűnétől, nem csak a torokbajtól oltalmazzon bennünket, és gondolunk a riporterekre, a bemondókra, a színészekre, és mindazokra, akik a nyelvükből élnek, hogy ezt tényleg a másik javára jól használják, és ebben legyen a segítőnk, oltalmazunk, gyógyítónk, Szent Balázs. Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen, mondja a pap, amikor kiszolgáltatja a Balázs áldást a hívő számára. Szent Balázshoz most már ez annyira oda kapcsolódik, majd itt a Szent Mihály templomban is a 14 szent között látjuk őt, és kezében a gyertyával, hogy ahogy a gyertya az állunkon keresztül át ölel bennünket, úgy kérjük, hogy az ő imádságos oltalma is védjen, oltalmazzon bennünket, és ezt a hagyományt nagyon-nagyon szeretik a híveink, akik ide jönnek a templomba, kérik is, igénylik is, hogy az ő áldása kísérje az életüket. A járványügyi helyzet miatt a Balázs áldás kiszolgáltatása nem marad el, de különösen figyelnek az előírások betartására.
Valóban most egy bizonyos nagyobb távolsággal jönnek ki a hívek, egy jó méter távolsággal a paptól, egyesével vagy négyesével kapják meg ezt az áldást és viszik haza. Tehát erre azért próbálunk odafigyelni, hívek is talán nagyobb bátorsággal jönnek, hogyha maszkot használnak, kézfertőtlenítést és a távolságot tartjuk. De most már ki vagyunk éhezve erre a személyes jelenlétre, kapcsolatra, mind az Isten tiszteleten, mind ezeket a szokásokat, hagyományokat, hogy élni, gyakorolni tudjuk, mert ez hozzátartozik már szinte a mindennapjainkhoz. A balázsolás a mostani járvánnyal tűzdelt mindennapjainkban is komoly üzenettel bírhat. Egyre inkább érezzük, hogy régen is volt világjárvány, voltak gondok, betegségek, de az emberek olyan természetes, ösztönszerű módon tekintettek föl, fohászkodtak az égiekhez, kértek segítőket, égi segítőket, és meg is tapasztalták, mert ezekből a járványokból már nagyon sokan áldozatul estek, de nagyon sokan megmenekültek, és ennek a következménye, hogy átöröklődött a későbbi századokban is, az a bizalom a szentek felé, Szent Balázs felé, hogy nyugodtan fordulhatunk hozzájuk, hiszen tapasztaljuk az ő égi segítségüket. Éves a lövői nagyboldogasszony templom orgonája. A különleges hangszerhez számtalan emlék és élmény fűzi a híveket. A hangszerek királynője a templom fontos része, mely a hívő közösség lelki feltöltődését szolgálja. Az orgona felújítására indított kezdeményezést a település római katolikus temploma. Egyedülálló módon közösségi összefogással újulhat meg az orgona a lövői templomban. A hangszer még a II. Világháború előtt a 30-as években épült, mára erősen leromlott az állapota. Azt gondolom, hogy minden valamire adó közösség és összetartó közösségnek az egyik fontos eleme az, hogy a közösségben megélt élmény az mindig, minden esetben mindenki számára elérhető legyen, és talán egy ilyen vallási közösségnek, mint a miénk, akik szeretnek énekelni, az egyik legfontosabb dolog, hogy egy megfelelő orgona szó legyen a hátuk mögött, illetve támaszt őket az éneklésben. Nagyon jól énekelnek a lövőiek, szeretnek is énekelni, és van egy orgonánk, ami viszont a 83 éves szolgálatával most már éppen megérett arra, hogy ráncfelvarrást végezzünk rajta. És emiatt én már hosszú ideje szorgalmazom ezt a kezdeményezést, hogy egy kicsit fogjunk össze, hogy tegyük rendbe a hangszerek királynőjét itt Lövőn, mert gyakorlatilag ez a falu legrégibb, mai napig működő ipari műemléke, egy működő közösség, egy élő közösségnek a motora, ami igazából az egész emberi életet elkíséri a kereszteléstől egészen a temetőig. Az egyházközség pályázott a hangszer felújítására, illetve az önkormányzat is támogatja a projektet. Emellett fogadj örökbe egy orgona sípot néven adományokkal a közösség is részt vállalhat a hangszer rekonstrukciójában. 512 sípja van ennek az orgonának, ebből nagyon kis százaléka a fasíp, ami egyébként meg is tartható, megmenthető, viszont a 450 síp, ami sajnos elhasználódott, anyagában sem volt már beépítésekor a korszínvonalának a megfelelő színvonalú sípok, és emiatt nagyon nagy szükség az, hogy új sípok kerüljenek bele egy jobb minőségben, ami egyébként az akusztikai hatást, a hangzásvilágot is szebbé, színesebbé, sokoldalúbbá tudják tenni. És hát ehhez kezdeményeztünk egyházközségi oldalról egyfajta ilyen projektet, ami az orgona felújításáról szól, és a nyilván az adományokon, a persai adományokon kívül pályáztunk is a
a Nemzeti Erőforrások Minisztériumától nyertes pályázatunk van, ígéretünk van az önkormányzat támogatására, valamint nyilván egy bizonyos összeget meg kell önerőnek is határozni, azt is sikerült összeszednünk. Egy nagyon jó ötletet találtunk, másoltunk le más egyházközségektől, ez a Fogadj örökbe egy sípot, aminek az a lényege, hogy családok, vállalkozások, magánemberek, társaságok, civil szervezetek hozzájárulhatnak az orgona síp anyagának a megvásárlásához. Azzal, hogy megvásárolnak egy sípot, melynek értéke 5000 forinttól egészen 50000 forintig is terjedhet, avval hozzájárulnak ahhoz, hogy mi az új sípokat be tudjuk építeni az orgonába, a régi sípokat pedig hazavihessék a családba, egy oklevél kíséretében, és természetesen még nem tudjuk milyen formában, de szándékunkban áll egy dokumentum készítése, amely az orgona felavatása után elhelyezésre kerül itt, és dokumentálva lesz, hogy mely családok, mely személyek, mely társaságok támogatták ezt a kezdeményezést. A település önkormányzata is a felújítás mellé állt, hiszen fontos közösségi kezdeményezésnek tartják az egyházközség összefogását. Minden civil szervezettel próbálunk jó kapcsolatot ápolni. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest minden egyesületet támogat, úgyhogy így vagyunk az egyházközség tekintetében is. A koronavírus járvány miatt az utóbbi hónapokban ugyan kevesebben látogatják a vasárnapi miséket, de azelőtt a jeles alkalmakkor a hívek teljesen megtöltötték a templomot. A remények szerint nyárra újra visszatér a közösségi élet a templom falai közé. Isten háza, ugye a templom, itt Istennel találkozunk, és az orgona az egy kicsit hozzásegíti jobban az embereket, hogy Istennel találkozzanak, az orgonának a hangja. Van olyan pillanat, amely kilóg az időből néha, mondja a költő, Öres Sándor, és azt szeretnénk mi ezzel az orgonával most elérni, hogy az a fáradt ember, aki ide belép a templomba, agyon van esetleg gyötörve, az lelkileg itt felüdüljön az orgona hangjától is. Ezért is szeretnénk egy szép hangú orgonát felújítani, ami visszhangra talál az embereknek a lelkében, és reméljük, hogy onnan egy szépet és jót fog kihozni a orgona hang is, meg az Isten igéje. A tervek szerint 2022-re újulhat meg a lövői templom orgonája.